cigányság kulturális értékei kerültek bemutatásra április 22-én a Roma Nap keretében. Második alkalommal rendezte meg a Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda a színes művészeti programot az esélyegyenlőség jegyében. Fő cél az, hogy megmutassuk a romaság igazi arculatát mindenki számára, illetve olyan kulturális értéket bemutatni a cigányság kapcsán, ami mindenki számára példaérték lehet. Azt vallom én személy szerint is, illetve maga az iroda is, hogy a fát a gyümölcséről lehet megismerni, és itt nagyon sok olyan ember fog eljönni, olyan sok ember fog előadást tartani, akinek az életében nagyon sok jó gyümölcs termett, és abban hiszünk, hogy a személyes példamutató élettel tudunk a legjobb bizonyságok lenni azoknak a fiatalok számára, akik ide el fognak látogatni. Mindenféleképp meg szeretnénk mutatni, hogy hit, szorgalom által bárki bármit elérhet, és ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, hogyha hisznek magukban, kitartóak és dolgoznak szorgalmasan azokkal a célokkal, azokkal az álmokkal, amiket őt megálmodtak és amiben tehetségesek, akkor ők is elérhetik a céljaikat és az álmaikat. Be szeretnénk mutatni a társadalomba a romaságnak az igazi értékeit. Mert úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben nem ez látszik és nem ez hallható, de mi meg szeretnék mutatni azokat az értékeket, amiket a roma emberek hoztak létre, mint Salgótarjánban, mint egész Magyarországon. És szeretnénk példát mutatni, illetve megmutatni azokat az értékeket, amiket ők létrehoztak. A Roma Nap keretében számos műfaj és azok elismert képviselői is bemutatkozhattak. Tulajdonképpen nagyon sok oldalról próbáltam megmutatni azt, hogy mit is alkottak itt a Salgótarjánban élő roma származás emberek. A festőművészetet mindenféleképp ki szeretném emelni. Balázs János, Olá Jolán, Balogh Balázs András, Olá Lajos képeit lehet megtekinteni a József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában, de ezek mellett a Botos Tibor úr, aki híres ökölvívónk, őnek is az eredményeit meg lehet tekinteni, illetve van egy művészeti blokk is, illetve sok előadási részből tevődik össze, és ezekkel a tárgyakkal, műtárgyakkal, ezekkel az emberekkel, akik ide ellátogatnak, és azokkal az eredményekkel, amiket ők elértek, arra úgy gondolom, hogy minden cigány származású fiatal, illetve minden ember, aki itt és Salgótarjánban büszke lehet. A megnyitó ünnepség során Dániel Zoltán alpolgármester a megismerés és az elfogadás fontosságát hangsúlyozta. Városunk vezetése és mindenki, aki ma eljött vagy lélekbe velünk van, abban érdekelt, hogy ne a megosztottság és a szembenállás kulturálatlansága győzzön. Reményt meríthetünk abból, ahogy a mai esten a romák és a nem romák generációkon átívelve teremtenek közösséget úgy, hogy elsősorban azt élik meg és azt éljük meg, hogy jó együtt lenni, hogy tartalmas kikapcsolódásban és szórakozásban is lehet részünk. És ez megvalósult a második Roma Nap keretében, amely során több tucat cigány származású tehetség és már elismert művész mutatkozott be a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színház termében.